Rózsa Etelka és Rózsa Róbert vagyunk, Táncoska Egyesületnek az alapító tagjai. 2010-ben alapítottuk meg ezt az egyesületet, és legelőször népi gyerekjátékokat tanítottunk, avval a reménnyel, hogy majd megnőnek a gyerekek, és lassan-lassan a szilárdsági, és nem csak táncokat majd elsajátíthatják tőlünk. És azért népi gyerekjátékok, mert ez az alapja az egésznek, hogy játékkal, dallal és ritmussal ezekkel tanulják meg a kis alaplépéseket, az alapképességeket, ezzel sajátítják el. Azóta tanítottunk Zilahon néptáncot, és még merre? Perecsenyben. Hát, Perecsenyben, Sámsonban, Nagyfaluban, hát több helyen is, több felkérésünk is volt. Az alapja az oktatásunknak azért a szilárdsági táncok, ami két részbe osztható, vagy két fajta, ugye? Igen, a Berecsó menti, mindenki tudja, és a tövis háti két részre bontjuk. Most inkább a tövis háti táncoltunk, volt benne kis legényes, és a páros, ami, mondjuk azt, hogy két falu van, ami táncos falu, Szilárd Sámson és Bogdán. Fontosnak tartjuk azt is, hogy kicsit ezt az egész táncház mozgalmat, vagy nevezzük másképp egy kicsit a táncot, kicsit lehozni a színpadról, vagy önmagát egy kicsit éltetni, mint tánc, hogy ne csak a színpad legyen a szerepe, nagyon nehéz, én bevallom, minden a színpad körül forog, de sokszor ott elveszik a varázsa. Maga a szilárdsági táncról mondhatjuk azt, hogy a szakma az nagyon vitatkozik, most nem akarok nagyon belemenni a tudományba, hogy mondhatták mindig, hogy határvidék, hogy már nem Erdély vidéke, a zenéje az még Erdélyhez tartozik, de már a tánc motivumokban, a figurákban esetleg találhatunk. Én ebben nem mennék bele, én úgy tartom, hogy most ez egy szubjektív vélemény, hogy most már Erdélyhez tartozik. Nekem ez külön ugye hazafias dolog, hogy ezt hirdetjük. Én úgy gondolom, hogy ezt ki kell próbálni. Aki néptáncol, vagy valamit azért szeretne táncolni, nem egy nehéz tánc, mindenki így kezdi. És én nem is szeretem, hogy mindig azt mondják, hogy ugye az anyaországi táncoknak az erdélyi táncok felé való egy ilyen kapu. A szilárdsági nekem, nagyon sokan úgy lenézik, vagy kis bulis táncnak gondolják, ki kell próbálni. Igen, de az az igazság, hogy amikor még mi felkerültünk egyetemre, Kolozsvárra, akkor még a táncházakban nem szerepelt a menün a szilárdsági, tehát akkor még úgy lenézték, hogy pont ezért szerintem, mert annyira egyszerű lépésekben, motivumokban. Akkor elkezdtek jönni a magyarországi oktatók, hogy ők betanítsák, akkor
kinyílt a szemünk, hogy nézd, van ez a tánc is, és egyre többen kezdték elővenni és táncolni, és most már szerencsére táncházakban is megjelenik, egyre több helyen is táncoljuk, táncolják. Igen. Stílusában azért érdekes tánc, ha nem is a leggazdagabb motivum kincső, azért a stílusát. Szerintem nem olyan könnyű elsajátítani, és egy sajátos jellege van a stílusának. Sok minden megtalálható, nálunk van ugye legényes, nincs lezáró figurája, nincs bekezdő figurája, van, aki mondja archaikusabb stílusa van neki. Ez rendben van, van verbunkunk, vagy szövegelünk, megnevezik. Ez is megtalálható, még, hát nem nevezném leánkarikázóknak, de volt a templom, több helyen volt, hogy a lányok és az asszonyok összekapaszkodtak is, templomból kijövett, volt egy ilyen, hát nem nevezném teljesen karikázónak, de hasonló. Krasznán, vagy mondjam úgy, hogy Berettyú mentén megtalálható a gólyásnak a Dombon van a babám, ami ugye felnőttek tánc, nem most már gyerekjátéknak, de hát az is egy tánc. Szóval népi gyermekjátékot is volt, ami itt fel volt gyűltve Szilágyságban, úgyhogy nem teljesen olyan szegénye, szerintem még van. Most már biztosan lecsengett a kutakodásnak a része, most már szerintem inkább az van, hogy visszaadjuk, hogy megőrizzük, és hogy élvezzük. Nem, őrizni kell, élvezni. Igen, az is gond, hogy igen, a gyűjtésekben, tehát kevés gyűjtés van Szilágyságban, kevés az a felvétel, amit készült, nem úgy, mint mondjuk Mezőség, Kalotaszeg és így tovább a gazdag vidék, ilyen szempontból gazdag vidékeken, itt tényleg kevés maradt fel Bogdám, a Lele, Sámsoni gyűjtések maradtak Panitő, fent. Martin Györgyös gyűjtések, de valóban nem olyan gazdagok. Vannak 90 utáni gyűjtések, ahol már látszott, hogy ugye Kobota tánc már nem volt olyan minőségű. Ezért örültünk, hogyha egy-egy öreg bácsikát még elkaptunk, és meg tudtuk nézni a lábát, hogy na mégis igen, hogy járja azt a táncot. De hát egyre kevesebb most már. Most már szinte nem is lehet kapni adatközlőket, most már Szilágyságban szinte ők is mondhatjuk, hogy kihaltak az adatközlők. Thank you.
legény egyforma! De hazudik a torma, neki szöke kiporna! Házadban is megoszlik a tövis háti ruha, és aztán a krasznamenti, belettyómenti viselet. Lányoknál főleg látszik ez a különbség. Melyik el kezdjem? Kezdjem a krasznaival, jó? De csak azért, mert nemrég megtanultuk, hogy hogy kell azt varni. Az az igazság, hogy ott szép számban fenn is megmaradtak a viseletek. Volt egy időszak, amikor úgy szégyen volt azt hordani, úgyhogy eldugdosták a padlásra, de hál' Istennek van olyan asszony, aki utána kutakodott és lehozta és összeszedte őket. Múzeumban is vannak ezek a darabok, és újra is varták, de az az igazság, hogy mondjuk aztán mindig is büszkék voltak a viseletükre, mert hogy annyira bő volt, sok alsó szoknyájuk, és kimerevített, kikeményített szoknyák, hogy tényleg mindig azt mondták róluk, hogy a büszke krasznaiak. Hogy mondták? Azt mondták, hogy négy, hogy mondta nagy tatád? Ha három lány van, persze ez egy kicsit karomfogva, akkor a
szekér félre kellett húzzon a főúton, mert nem fértek el, mert három lánynak nagy bőszoknyája. Lenyomta a lovasszekeret az útról. A tövis háti viselet, ott falunként enyhén változik azért. Ott is azért a jó bőszoknya megvan, az alsó szoknya természetesen, vagy pendely, volt az inges, az ingel, összekötött inges pendely, azt is használták. Ugyanúgy a kötény, most ennek a hosszúsága, hogy melyik a kötény meddig ér le a szoknyának az aljáig, vagy feljebb, mint például Sámsonban, akkor a csíkig, vagy a lehajtásig, felhajtásig ért, ez azért változik falunként, vagy hol vannak a csíkok, meg a díszítés, a hímzések, igen, ez most már változik azért falunként. Szépen megmaradt még Diósatban, ahol egy kicsit más, mert ott rakott szoknya van, és ott is egy kicsit magas nyakú. Désházza az, ami még, ahol még szépen, nagyon szépen fennmaradtak a viseleten. A díszített viseletek is vannak. A díszített férfi lájbli azért érdemes leméltó. És ott még a férfiak öltözetében ott van a kötény, a hímzett kötény, a kék hímzett kötény. Igen. Az talán egy kalotaszegi beütés. A désházi fazakasok, ahogy jártak vásárokban. Talán ez a feltételezés. Azért ide megemlíteném, hogy szakma, vagy nem szakma, hogy sok táncsoport látok, hogy kötényben táncol. Sámsonban is mondták, máshol is, ahol kötény volt, hogy táncol nem használták. Lakodalomban ugye felszolgáltak, volt ez a, hát most kalákának is nevezhetjük, de a esemény, hogy felvette a vőfé, a legények, de maga a táncán nem használták. Most beveszik, hogy a viseletbe beletegyünk egy különbséget, de szerintem ezt tudni kell, hogy táncra nem használták a fiú kötény. Igen. Hát azért Szilágy megyében ugye a polgárosodás után nagyon nagy divat lett a piros, az a piros fényes szatén szoknya, fehér. A magyar ruha nevezzük. A magyar ruha, igen. A magyar ruha, és nagyon sok helyen fennmaradt, mint például Sámsonban is. Úgyhogy ennek az egynek nagyon örülünk, hogy az ottaniak segítségével a tánccsoportnak is például elővettük a régi viseletmintákat, és újra varratuk a viseleteket, és akkor csodálkoztunk úgy rá, hogy mennyi kincset lehet még találni még mindig. Szilágy megye egy kicsit félreeső, mondhatjuk így, hogy nem annyira őrizte meg a saját hagyományait, nem mint más tehetségek, ahol nem szükség lehetett egy szakmai zsűri, vagy nevezzen bárkinek, hogy is tápolja, hogy ez egy fontos dolog. De vannak, ahol most sikereket értünk el, nem csak mi, máshol is, de szerintem még vannak kincsek, még lehet lenni falukat, és újból visszahozni a régit. Persze függött ez falutól is, mert hogyha Sámsont veszük, ami amúgy is egy pincékben, sborban és szőlőhegyekben gazdag falu, ott természetesen jobban fennmaradtak a hagyományok is, úgy a szüret, mint a farsang, egy-két hagyomány, és ott azért táncosabb embereket találunk, és ott könnyebb is volt ezt a viseletvarratást is visszahozni, hogy azt a régit, szemben olyan faluval, ahol nem voltak táncosok, vagy nem volt annyira divat az, hogy nem volt hagyománya, mondjuk a mulatságnak. Cél az volt, hogy ne csak szakmának és ne csak a színpadra építsük, hanem próbálkoztunk egy olyannal, hogy maga a
az mondjam így az aktív ember, nem csak a fiatal, nem csak a tinédzser, az is kóstoljon ebbe bele, próbálja ki magát, táncoljon egyet, szórakozzon. Működtettünk hány évig egy ilyen felnőtt, hát egy almat, nem is tánccsoport volt ez. Két-három évig. Két-három év, olyan jó volt. Sajnos megszűnt, mindenkinek mindig dolga van, de... Kellett menni focizni, kellett szülni, ami rendben van, csak hogy kár, hogy abban maradt. Nagyon jó volna, hogy több helyen, ez például Kolozsváron is lett egy ilyen 45 vagy 35 plusz, ha nem tévedek. Igen, ez nagyon jó érzés, hogy nem csak a kicsiket tanítod, és nem csak azért, hogy a szülő elvárja azt, hogy menjél a színpadra vele, hogy megmutassa és megtapsolják utána, hogy jaj, de jó volt, hanem az tényleg olyan jó érzés volt, hogy azért jött a felnőtt, hogy szórakozzon. Mert miért táncoltak régen is? Hát kiadják a gőzt, igen. Azért, hogy ismerkedjenek. És ismerkedtek is meg nálunk. Igen. Lettek házasságok is. És maga az, hogyha valaki egyszer megbátorodik a feleségével, vagy a párjával, vagy ott ismerkedik, akkor egy lakodalomba tud valamit lépni, táncolni, nevezzük bárminek. De akkor már elértük egy kicsit a célunkat. Nem csak a nagy szakmának beszélünk, és visszamegy a köznéphez, a szilárdsági tánc, a szilárdsági emberhez, és a nagyon egyszerű módon is. Szerintem ez több tánc oktatónak, vagy tánc csoportnak is célja kéne legyen, és valahogy egy kicsit közelebb vinni az emberekhez. Mert így a gyerekeknek, én azt vettem észre, hogy a gyerek nem látja a szüleit, nem elég, ha engem lát a telkával. Eljön a tinikor, amikor nagyon nagy konfliktusa lesz a saját hagyománya és a mostani modern zene és modern mondjam, tánc vagy mozgásvilággal, ami nem mondom, hogy ellentétesen megy, de teljesen más világban mozog, mozgásvilága van, és akkor az egész kárba vész, több éves munka. Sajnos nálunk nincs teljesen egy száraz zenekar, vagy hagyományos zenekar, Szilágymegyében jelenleg már nincs. Primás meghalt. Bagoson, Nagyfaluban még vannak, de akik még mondhatjuk, hogy adatközlőek, de ők már nem teljesen a régi Primás meghalt. Úgyhogy ez még cél lenne, ha valakit el tudnánk csábítani, vagy hogyha kinőne valaki, hogy egy teljes zenekar legyen. De látjuk is a különbséget, mert egyik évben a Csóri Sándor alap segítségével, meg ugye a pályázat által jöttek hozzánk zenélni. És próbára, úgy próbáltak a gyerekek, és teljesen más, tehát annyira másképp éreznek rá, másképp kezdenek el mozogni, meg maga az, hogy akkor nézz a szemébe annak a muzsikásnak, mert ő neked zenél, vagy a muzsikás is megszokja, hogy ne várj, én annak a gyereknek zenélek. A táncon kívül még 8, majdnem 8 évig játszóházat is vezettünk. Népi játszóházat. Nem magunkba. Népi játszóházat, nem magunkba. Indult egy 10 személyes csapattal. Igen, nagyrészt pedagógusok voltak, de szépen megoszlott. Volt egy kis tánctanulás, vagy népi játék is, volt népdal oktatás is, volt egy kis bábjelenet is volt, és barkácsolás természetesen, amit nagyon szerettek a gyerekek. És ez egy ilyen jó 3 órás volt, havi rendszerességgel, mindig valamilyen ünnepkör köré. Húsvét volt az, amikor a legtöbb gyerek jött, olyankor 80-100 gyerek körül is begyűltek. Hát sajnos hely miatt, hely problémák miatt ezt meg kellett szüntessük. Hát reméljük, hogy nem végleg, valamikor majd folytatjuk. De jó volt, szép volt, sok gyerek volt. Hát a tánc az szerintem egy nagy közösségformáló, és hát egy erős szociális mozgató erejű dolog, nem egy egyéni dolog. Mi köszönjük szépen. Köszönjük szépen. A táncoska nevében, magunk nevében, és mindenkit hívunk. Ördüljön táncra. Menj a színpadra. Táncoljatok. Köszönjük.